Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Rokó ÖBB 2016-os Herkules Bece nevű mozdonyának H0 építési nagyságú gyári hangos modelljét mutatom be nektek röviden. A modell a Rokó egyik 2024-es újdonsága, a gyártó az ÖBB 2016 041-es pályaszámú mozdonyát képezte le 1:87-es méretarányban. A szokásos Rokó dobozból kivéve a mozdonyt, egy részletgazdag és masszív géppel találkozunk szembe. A formát, az arányokat remekül eltalálta a gyártó, a vezetőállásoknál is helyesen leképzésre kerültek a lekerekítések, ívek. A mozdony egésze viszonylag letisztult, de még így is számtalan részletet rejt. A tető, a szellőzőrács áttört elem, a kipufogók szintén áttörtek. A panelvonalak szépen kidolgozottak, ahogy a tetőn található berendezések is különálló fröccsöntött elemként kerültek felhelyezésre. Oldalról nézve a mozdonyt, csak a szellőzőrácsok törik meg az egyébként teljesen sík oldalfalat. A vezetőfülke feljáró ajtajánál a kapaszkodó és a visszapillantó tükör is külön elem. Ez utóbbi felszerelésekor választhatunk, hogy a kihajtott vagy a behajtott állapotú tesszük-e fel a mozdonyra. A mozdony homlokfala szépen kidolgozott, a jól eltalált forma mellett különálló kapaszkodók és külön elemként felhelyezhető ablaktörlő található itt. A melgerendán a szerelvények természetesen szintén megjelenítésre kerültek, amennyiben egyoldalú vontatásra alakítjuk ki a mozdonyt, a kiegészítő zacskóban található teljes csavarkapocs és féktömlők is felhelyezhetőek a gépre. A mozdonyhoz természetesen mellékelnek teli pályakotrókat is, ezek cseréjéhez a kapcsoló kinematikát ki kell venni az adott oldalról, ami szerencsére a melgerendát tartalmazó műanyag elem kipattintása után könnyen kivitelezhető. Az alvászberendezések is ki vannak dolgozva, a középen található gázolajtartály és akkumulátorláda hű leképzése az eredetinek. A forgóvázmaszk részletes és finom rajzolatú, anyagában színezett alkatrész, a kerekek oldalában a féktárcsa imitáció külön festett és öntött elem. A modell festése a gyártóra jellemző magas minőségű, pontos színek és szép maszkolások jellemzik. A feliratozás terén sincs szégyenkezni valója a mozdonynak, minden felirat éles és pontos, a gyártó pedig szokásához hűen ellátta a feliratokkal az alvázat, és még a tetőre is felkerültek a szükséges piktogramok. A modellben már a Plus 22-es dekóderrajzattal ellátott panel található, ami alapállásban menetirány szerinti fényeket, külön kapcsolható zárfényeket és távolsági fényszórót tud, de utólag a bent található forrasztópadoknak és egy kis fényvezetőnek köszönhetően lehetősége van a modellezőnek a vezetőfülke világítás beépítésére is. A nálam járt mozdonynál a Happy Model elvégezte ezt, így külön kapcsolható fülke világítással rendelkezik. A mozdony hajtása a szokásos, középmotor nagy rendítőkerékkel, ami kardánokon keresztül hajt ki a forgóvázakba. Egy tengely tapadó gyűrűvel van ellátva. Ebben a járműben is már a Rokó újabb mozdonyokban található motorja van. A terepasztalon a mozdony futása szép, egyenletes, rángatásnak még lassú menetben sincs nyoma. A kerekek centrikusak, a jármű járása egyenletes és sima, billegést, imbolygást nem tapasztaltam. A vonóerő tekintélyes, 8 kocsival probléma nélkül megbirkózott a 3%-os emelkedőn. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, az általam próbált többfajta kapcsolóval, személy, illetve teherkocsikkal is problémamentesen kapcsolt, az ívekben szépen eltart, egyenesben összehúz és üzembiztosan járatható, mind húzott, mind tolt üzemmódban, még a 360 mm-es legkisebb sugarú íven is. A mozdonyban gyári cimó hangdekóder van, amire az eredeti mozdonyról rögzített felvételek alapján készült hanganyagot töltött fel a gyártó. A hangszóró hangereje megfelelő, a hang alapvetően tiszta, jól megszerkesztett, igazodik a jármű üzemállapotaihoz. Nézzük is most meg, hogy szól a mozdony és milyen hangfunkciók találhatóak benne. Thank you.
Felhasználhatóság terén az ÖBB Herkulese egy elég univerzális jármű. Ennek okán mind személy, mind tehervonatok élén bevethetjük. A konkrét modellezett pályaszámú mozdony egyébként jelenleg jellemzően Pozsony felé jár személyvonatokkal, illetve osztrák belföldi viszonylatokon lehet vele még találkozni, és nem rendelkezik ugyan hazai engedéllyel, az csak a 080-as és 090-es mozdonynak van, azonban üzemváltó állomásig szinte bármelyik 2016-os bejárhat hazánkba, így némi kompromisszummal akár valamilyen EU-régió vonat, vagy esetleg egy dráva, Mura Intercity élén is bevethetjük a mozdonyt, amennyiben hazai vonatkozásba szeretnénk felhasználni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!